szeretnénk azoknak a polgárőröknek, akik 5 év óta végeznek tevékenységet a Polgárőr Egyesületbe, emléklapot átadni. Szeretném megkérni Sáha urat és Kosztinás urat, hogy ehhez az eseményhez jöjjenek ki ide hozzánk. Horváth Sándor. Igen. Gratulálok. Akkor arra fele, vagy erre fele, vagy csődre. Lajos Sanyi. Csillag József. Tudjuk, hogy mint Komárom-Esztergom megye, majdnem az egyik legkisebb megye, 76 településből 36 helyen van polgárőrség. Ez a 36-ból a bábolnai az első 10 között van teljesítménybe, és ilyen óraszámok leírás alapján a végzett munkáról. Majdnem minden egyesületnél voltam már ilyen évzáró közgyűlésen. Általában az önkormányzati képviselők, vagy az összekötőjük szokott megjelenni, de ilyen találkozó, vagy ilyen, mint amit most itt a polgármester asszony szervezett, ilyen még nem volt a megyében. Bánics Kálmán. Kovács József. Dr. Jankó Miklós. Szkok Ferenc. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan tevékenység, ami a tűzoltóknál és a polgárőröknél a mindennapi életükből, a szabadidejükből vesznek el, és dolgoznak a közbiztonság érdekében, illetőleg a település lakosainak nyugalma érdekébe. Véleményem szerint a rendőrök is ugyanezt teszik, és mindenhol a legtöbb önkormányzat rövid ünnepség keretében a rendőrök napja, a Szent Flórián nap közelében megemlékezik ezen tevékenységről, illetőleg megköszöni azon emberek munkáját, akik ezt a tevékenységet végzik. Az én véleményem szerint a napi rohanó világunkban, mindennapjainkban azért szükséges néha megállni, és egy-egy ilyen kis ünnepség keretében szót váltani, illetőleg elismerő szavakat átnyújtani. Sipos István. Adamek László. Nagyapa József. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat jól fogja fel ezt a kérdést, és ezzel is támogatja nem csak az önkéntes tűzoltóságot, a polgárőrséget, a rendőrséget, hanem minden olyan tenni akaró embert, aki a település érdekében tényleg tevékenységet kíván kifejteni. És egyre inkább szükség is van erre, hiszen a bábolna vállalatcsoport egyre kevésbé tudja megtenni azt, hogy támogassa a jelen szerveket, és ebbe nagy segítség nekünk a polgármesteri hivatal képviselőtestületnek a támogatása, hiszen egyrészt mondhatjuk azt is, hogy amennyiben nincs tűz, akkor jól dolgozik a propaganda, jól dolgozik a tűzmegelőzés, ha tűz van, akkor pedig tudjuk bizonyítani a rátermettségünket, de azért ehhez súlyos anyagi támogatások is szükségesek, és ezen túlmenően ez a fajta megemlékezés pedig egy erkölcsi támogatás lehet a számunkra. Fenna István. Kis Lajos. És Sáv András. Igen, és akkor ezzel, akik nincsenek itt, majd örülnek, átadom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Megyei viszonylatban jó helyet foglalunk el. Az elnök úr értékelése szerint az első 5-ben bent vagyunk. Úgyhogy, de amúgy általában a bábolna közbiztonsága jónak mondható, ezért a polgárőrség az tulajdonképpen a bűn megelőzésre jött létre, nem a bűnüldözésre, és nálunk ez egyelőre még jó a helyen vagyunk ebben a tartásban. És akkor még egy másik
az ünnepségnek egy másik sorozataként. Mind a rendőrség, mind a tűzoltó egyesület, mind a polgárőrség kérte az önkormányzatot, hogy egy-egy nevet adott kitüntetési javaslatként, illetve elismerési javaslatként az önkormányzat felé. Ezt szeretnénk átadni a jegyzőúrral. A Bábol Nagyközség önkormányzata a Katona Tibor rendőrnek a bábolnai rendőrösnél végzett áldozatos és eredményes munkájáért elismerését fejezi ki. Ugyanez a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél végzett áldozatos és eredményes munkájáért elismerésben részesül, oklevélben részesült Figusz József tűzoltó. A következő a Bábolnai Polgárőr Egyesületnél végzett áldozatos és eredményes munkáját elismerésért elismerésben részesül oklevélben Horváth Sándor polgárőr. És végül, de nem utolsó sorban úgy gondoltuk, hogy ebben az évben, miután a Bábolnai Polgárőr Egyesület 5 éves, az 5 éves eredményes munkájáért oklevélben, elismerésben fejezzük ki Sáho Andrásnak az 5 éves munkát. És megköszönjük! Én nekem meggyőződésem, hogy a napi munkánkban ugyanolyan fontos a falu lakosságával való jó kapcsolatunk, mint az önkormányzattal való jó kapcsolatunk. Tehát minden nap adódhatnak olyan problémák, amikor kölcsönösen kell egy-egy dologban, ügyben véleményt nyilvánítanunk, sok mindenben kérjük mi a segítséget, sok mindenben kéri a lakosság problémáinak orvoslására az önkormányzat, a mi segítségünket, ugyanis nem közvetlenül hozzánk fordul a lakosság, hanem önkormányzaton, polgármester asszony, a jegyzőn keresztül kérnek segítséget, ezekbe azonnal megpróbálunk segítséget nyújtani, tehát ehhez a napi kapcsolatnak meg kell lenni az önkormányzattal. És bízom benne, sőt, én meggyőződésem, hogy ez a jó kapcsolat ez eddig is megvolt, és bízom benne, hogy ez követően is meg lesz. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Újra csak azt mondhatom, hogy kitartó és nagyon jó munkát kívánok az elkövetkezendő évre is, és kívánom maguknak, hogy a mindennapi munkájuk során elismerésre részesüljenek, és ne egy évben egyszer. Tudom, hogy ez az, hogy egy évben egyszer térünk vissza erre az ünnepre, ez azért nem igazán lelkesítő, de ígérem, hogy egy év múlva biztos, hogy találkoznak itt az önkormányzatnál, újra találkozunk, de remélem, hogy a napi munka során is elismerések és jó szavak fogják kísérni az önök munkáját. Köszönöm még egyszer, és mindenkinek jó étvágyat kívánok, illetőleg hát jó beszélgetést a mai délutánra még.